az Ugrói Civil Házban beszélgetünk a 14. kerület lámpás klub egyik vezetőjével, Kis Mártival, hiszen éppen most ért véget egy nagyon izgalmas előadás. Kit láttatok most vendégül, és miről szólt ez az előadás? A Novánk Optikának a vezetőjét, Novák Zsuzsannát hívtuk el vendégünknek, és a távcsős szemüvegek, a erős dioptriás szemüvegek, a szűrős szemüvegek, a színezett szűrős szemüvegekről volt szó, ami ugye a látássérülteknek, akik még valamennyit látnak, nagy segítség lehet a mindennapokban. Nagyon sok érdekes dolgot tudtunk meg Zsuzsától, amit nem feltétlenül tudhat olyan látássérült ember, aki nem érdeklődik ezek után a segédeszközök után. Zsuzsa éppen a távcső szemüvegekről beszélt, és mondom őszintén, nekem ez új volt, és talán többünknek is. Neked mi az, ami újdonságnak számított ezen az előadáson? A távcső szemüvegek mindenképpen, meg az olyan olvasó szemüvegek, amik nagyon könnyűek, picik, és korrigálják ugye a mindennapokban az olvasást az olyan embereknek, akik gyengébben látnak. Nagyon fontos ezekről a színezett szűrős üvegekről is beszélnünk, hiszen én is egyébként egy ilyen narancs színű szemüvegben vagyok. A fényt szűrik, és ki lehet próbálni mindenkinek a különböző színeket, hogy melyik az, amelyik jó a szemének, tehát kellemes benne kimenni például az erős napfényre. Már próbálják az eszközöket a látogatók, már régi a kapcsolatotok a Novák Optikával. Ez egy nagyon újszerű kapcsolat volt. Az MBGOS-en keresztül kaptunk egy bemutatkozó levelet Zsuzsától, és én ezt az alkalmat ragadtam meg, hogy elhívjam a klubnapunkra. Reméljük, hogy más klubokba is meghívják Zsuzsát, és ott is elhangozhatnak ezek a fontos információk, amik itt ebben a klubban. Nagyon szépen köszönöm, Márti, a beszélgetést. Köszönöm én is. Szünetében beszélgetünk. Most próbáltad ki azokat az eszközöket, amik az előadás során szóba kerültek. Milyen tapasztalataid vannak? Hogy tetszett? Hogy érezted magad? Sok érdekességet hallottam. Mi alapvetően gyerekeknek segítünk ezekben a segédeszközök beszerzésében és ajánlásában, akik nagyrészt digitális nagyítókat használnak. Úgyhogy számomra nagyon érdekes volt a távcsőszemüvegekről, amiket hallottuk, mert nem ismertem ezeket az eszközöket, illetve régről ismertük, amikor még sokkal nehézkesebb, sokkal nagyobbak és nehezebbek voltak ezek az eszközök, úgyhogy én örömmel láttam, hogy ez is nagyon sokat fejlődött, a távcsőszemüvegeknek a technológiája. A másik, amit örömmel hallottunk, a szemészorvosoknak a neve, akiket lehet keresni ezügyben. Mindig jó, hogyha tudjuk, hogy azok a szemészek, akik foglalkoznak ezekkel az újabb technológiákkal, akik kapcsolatban állnak az optikákkal, és hogy őket hogyan lehet elérni. Ez is nagyon hasznos volt, illetve láttunk több színszűrős szemüveget, ami szintén sokat segíthet bizonyos szembetegségeknél, gyerekek meg felnőtteknek egyaránt. És itt hallottuk, hogy a NEAK támogatást adhat akár két különböző színszűrős lencsére, kintire is és bentire is, és ez is egy hasznos információ volt. Általános iskolás gyerekekkel foglalkozol inkább? Én tiflopedagógusként a gyengéllátók iskolájának módszertani központjában dolgozom, és ott főként általános iskoláskorú, illetve középiskoláskorú gyerekekkel foglalkozunk, tehát 18 éves korig látjuk el a látássérült tanulókat az ország minden területéről, tehát vidékről is, akik integráltan tanulnak gyerekeket, illetve nálunk az iskolában, akik bent tanulnak az intézményben 1-től 8. osztályig. Hogyha egy gyengéllátó gyermek szülője megkérdezi tőled, hogy mi az, amit nekik ajánlanál, akkor mit mondanál? Én azt mondanám, hogy a Novák Optikától hallottuk, hogy nagyon széles a paletta, amit ők kínálnak, tehát a klasszikus dioptriás szemüvegeken
túl foglalkoznak, távcsőszemüvegekkel foglalkoznak, színszűrő szemüvegekkel, illetve digitális nagyítók forgalmazásával is, tehát hogy széles a paletta a modern eszközökben, amit ők tudnak kínálni, és nagyon jó hallani, hogy ők segítséget nyújtanak a feliratás és a neakos támogatási folyamatban is, tehát érdemes hozzájuk fordulni. Kivel beszélgettem? Gellért Júlia vagyok, és a Gyengén látok Nemzetközi Központjában dolgozom, gyógypedagógusként. Nagyon köszönöm, hogy szóba álltál velem. Én is nagyon köszönöm a lehetőséget. Előadás szünetében ült ide mellém egy kedves hölgy. Anna. Hogy tetszett az előadás? Nagyon hasznosnak tartom az előadást. Örülök, hogy eljöttem, mert elég hosszú utat tettem meg. Veszprémből érkeztem, és azt gondolom, hogy jól fogom tudni használni a munkám során, amit itt hallottam. Miért is? Azért, mert a Vakok és Gyengeltek Veszprém megyei egyesület által fenntartott 6 pont rehabilitációs központban dolgozom, gyógypedagógusként, és szoktam végezni funkciós látásvizsgálatot, illetve eszközpróbát. Amikor hozzánk fordul valaki látássérült személy, akkor próbálunk mi is olyan eszközt találni, amivel hát tud olvasni, vagy amivel tévét tud nézni, és hát itt pontosan ilyen eszközökről van szó. Gyakorta foglalkozol ezzel a témával. Hangzott el új információ ebben az előadásban? Igen, az újdonság volt, hogy az eszközökre pontosan mekkora összegű támogatásra lehet számítani, hány évben belül lehet újraigényelni ezekkel kapcsolatosan. Új ismereteket szereztem, még az is újdonság volt számomra, hogy kifejezetten a látótér kiesés esetén is javasolta Novák Zsuzsa ezeket az eszközöket, ez számomra egy új megközelítés. Veszprémben használtátok már ezeket az eszközöket? Igenis, meg nem is a válasz erre. Van nekünk is bemutató eszközünk, galilei típusú távcső rendszert tudunk bemutatni, tehát hogy egyáltalán legyen elképzelése a hozzánk forduló embereknek arról, hogy ez körülbelül mégis hogy néz ki, milyen felvéve, milyen érzés viselni, és hogyha úgy tűnik, hogy valakinek ez jó ez az eszköz, akkor azokat tovább szoktuk irányítani, hogy tényleg a neki legmegfelelőbbet választák ki az optikában. Mi eddig amúgy nem a Novák optikát ajánlottuk, de utána ezt is fogjuk. Úgyhogy az igény az mindig nagy. És az a kérdés, hogy végül is találunk olyan eszközt, ami segít. Mi az, amit most, itt az előadást követően elviszel, és azt mondod, hogy ezt Veszprémben is érdemes lesz majd használni? Hát én nagyon szeretném, hogyha sikerülne elhívnom a Novák Optikából Zsuzsát hozzánk. Hát ha ott helyben tudna legalább egy ilyen előadást tartani, mert az nagyon nehéz, hogy minden Budapesten van. Az optikák is, a segédeszközboltok is. Most már azért vannak webshopok, de tulajdonképpen, hogyha az ember szeretné a dolgokat a kezébe venni, és az nincs meg a rehabilitációs központban, akkor az bizony Pesten lehet csak megtenni. Úgyhogy ezzel a vágyammal távozom, hogy hát ha el tudom hívni hozzánk Zsuzsát. Hagylak, hogy megkérdezd Zsuzsát, és mi hamarabb Veszprémben bemutathatjátok a Novák Optika kincstárát, eszköztárát. Nagyon szépen köszönöm az elhangzottakat. Szívesen. Negyedik kerület lámpás klubjának előadója volt a Novák Optika vezetője, Novák Zsuzsanna. Rengetegen érdeklődtek a különböző eszközök után, de még mielőtt ezekről az eszközökről váltanánk néhány szót, beszéljünk egy picit a Novák Optika történetéről, hiszen ez egy családi vállalkozás, amely a közeljövőben lesz 100 éves. Igen, igen, én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és hát megmondom őszintén, annyira a szívemen viselem, hogy tudjak nektek segíteni, tehát Novák Optika mindig is arról volt híres, vagy úgy tudott kiemelkedni a többi optikáknak a rendszeréből, hogy a nagyon speciális szemüvegeket, és aztán a távcső szemüvegeket, a gyengéllátóknak való szemüvegeket, a gyengéllátóknak való kontaktlencsét, a terápiás kontaktlencséket. Tehát mind olyannal foglalkoztunk, amit a többi optika nem szívesen, mert ezek mind időigényes, és kevésbé, úgymond financiálisan kevésbé hozzák meg a sikert,
lehet az embernek, de valahogy a mi családunk, ugye édesapám, édesanyám és testvéremmel csináltuk együtt, és így indult ez az egész a 70-es évek elején, illetve akkor mi még kicsik voltunk a testvéremmel, tehát a két szülő indította, átvette az apai nagybácsikától, aki 25-be alapította, úgyhogy igazából 2025-ben leszünk 100 évesek. Tehát már kicsi fejjel is úgy gondolkoztunk, hogy akkora örömet okozott, ha valaki föltette a szemüvegét, és olyan élményt láttunk az arcán, ami talán évek óta... Igen. Igen, ez vitt minket előre, természetesen, hogy fejlődni tudjunk, azért a klasszikus optikai kereskedelemmel is foglalkoztunk az egyszerű szemüvegektől, meg vadásztávcsöveken keresztül az éjjellátó, tehát minden, ami egyedi, de azért kiemelten szerepeltünk mi mindig is a vakok és gyengéllátók iskolájában, ott nagyon-nagyon jó kapcsolatot ápoltunk, és ahogy a vírus, vagy most itt az egyik hölgy mondta, hogy meg a digitális korszak beköszöntött, nagyon lecsökkent a távcsőszemüvegrendelések száma, és akkor én elindultam azon az úton, hogy ezt megfejtsem, vajon mi az oka. És igazából az lett az oka, hogy van egy generáció, aki nem is hallott erről. Tehát az előtti generáció, aki hallott róla, annak vagy van már, vagy már a digitális eszközeim felnagyítja annyira az olvasni valóját, hogy nincs rá szüksége, vagy pedig a Covid miatt nem jut el az orvoshoz, vagy az orvosi háttér, sajnos a rehabilitációs hátteret kéne egy kicsit újra éleszteni, mert ez nagyon ellaposodott, és én mindent elkövetek annak érdekében, hogy megpróbáljak valami olyan utat kitaposni, hogy egyszerűen bejön a paciens, akár a mi üzletünkbe, akár a klinikán, valamilyen rehabilitációs kis szobácskába, ahol minden eszköztár, ami az ő látását egyáltalán segíthetné-e, az ott szerepeljen. Hál' Istennek ebből szinte minden terméket a NEAC, tehát a Volt OEP támogatással segít, és ez még vonzóbbá teszi az egészet. Közgyűjtőlátottságra jogosultak is. Díjtalanul kapják a távcsőszemüveget, a szemüvegeket sajnos nem, de abból is adnak 50, minimum 50% kedvezmény. Itt több mindent említett Zsuzsa, amire majd szeretnék a beszélgetés folyamán visszatérni, de számomra is új volt egyáltalán ez a fogalom, hogy távcsőszemüveg. Itt az előadásban ugyan elmagyarázta az érdeklődők számára, de mondjuk el akkor még egyszer, kérem szépen, hogy mi a távcsőszemüveg? A távcsőszemüveg végül is egy kicsinyített mása a nagy csillagászati távcsöveknek. Tehát volt két nagyon híres középkorban, igen. Szerintem mindannyian ismerik, igen. Igen, és a Kepler a másik, akik végül is ebből a szisztémából indultak. Ők fedezték azt fel, hogy milyen lencserendszert, milyen lencséket tudnak egymás mögé tenni, hogy egy nagyon nagy nagyítású, de egyenes állású képet nyerjenek. És ebbe utána már a Carl Zeiss, egy híres német fizikus, aki megalapította a Zeiss műveket még az 1800-as évek közepén, tehát ő volt az, aki ebből a távcsőszemüvegrendszert átkonvertálta, tehát ő használta föl azt a tudást, amit ez a két csillagász megalkotott. És mondja Zsuzsa, ez a távcsőszemüveg, ez kiknek tud valódi segítséget adni? Mindenkinek, akinek legalább egy nagyon pici kis ingerület felvételi területe van az ideghártyáján, tehát hogyha egy méterről lát csak egy bizonyos tárgyat, de még lát, minden esélye megvan arra, hogy ezt a képet olyan nagyra felnagyítsa ez a távcsőrendszer, hogy a periférián lévő működő sejtek még szépen továbbítani tudják a központi idegrendszerbe ezt az információt, de fordítva is működik, hogyha valakinek a centrumba már teljesen elveszett, csak a periférián működnek a sejtjei, azoknak pedig a periférián lévő információt felnagyítják olyan nagyra, hogy az agyunk számára már értékelhető képet tud alkotni ez a rendszer. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha mondjuk van előttem egy nagyobb tárgy, és én felveszem ezt a távcsőszemüveget, akkor jól láthatom annak a tárgynak nem csak a nagyságát, hanem azt is meg tudom határozni, hogy ez mi ez a tárgy. Abszolút. Egész biztos, hogy sokkal nagyobbnak fogja látni, mint
amit ön megtapasztalt, vagy megtanult, vagy egyáltalán emlékszik-e, van-e olyan emléke, hogy valaha ez a tárgy mekkora volt, de ha volt, akkor egész biztos, hogy összetudja, ha viszonyítani tudja, hogy ahhoz képest megnövekszik a mérete, és ezáltal ugye csak a részletét látja, mert nagyobb is lesz, és a távcsőrendszer egy kicsit le is fogja a látóteret, tehát részleteiben látja, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy az egyik legfontosabb része a távcsőszemüveg elkészítésének az utolsó mozzanat, amikor a paciens átveszi, és be kell őt tanítani ennek a szemüvegnek a használatára. Gondolom, ez már a legszebb mozzanat egy optikus számára. Igen, igen, mert akkor már tudom jól, hogy a vizsgálat során milyen jó tapasztalataink voltak, vagy azt is tudom, hogy kevésbé jó, de a kevésbé jó is jobb már, mint ami előtte volt, tehát akkor én már tudom, hogy irányítsam ennek a betanításnak a menetét, tehát hogy mire számít. Nagyon sokan azért egy kicsit csalódottan távoznak, tehát ez nagyon fontos azért informálni őket arról, hogy nem mindenkinek nyújtja azt az élményt, amit ő szeretne. Mert ugye az időskorban előfordul ez az úgynevezett makuladegeneráció, amikor az idősek emlékeznek arra, hogy ők 60-70 éves korukig hogy látta, és akkor ők azt hiszik, hogy ugyanazt fogják látni, ugyanúgy fognak látni. Na szóval egy kicsit ez a része nehéz, amikor a lelkezik, is egy kicsit bátorítani kell, hogy ez van, ezt kell megtartani, ez a fontos, hogy ennél rosszabb ne legyen. Igen, a betanítás meg az, hogy szinte újból meg kell tanulni, olvasni. Pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy ez olvasásra is alkalmas? Igen, van hozzá kiegészítő, a távcsőszemegrendszerre rápatinthatok is olvasó előttét, és akkor miután az nagyon-nagyon erős nagyítású, nagyon bele kell bújni, tehát a fókusztávolság az megrövidül azáltal, hogy nagyon erős nagyításról beszélünk, tehát ezért szinte valakinek jó esetben szótagonként, de valakinek betűnként kell tudni kibogarászni. De van olyan, aki egybe látja az egész szót, viszont meg kell tanulni, hogy a fejet azt kell vinni a sorral együtt. Itt a távcső szemüveg iránt nagy érdeklődés mutatkozott. Zsuzsáéknak két üzletük található Budapesten, más speciális a látássérülteket segítő eszközökkel is foglalkoznak. Így van, nagyítókkal, úgynevezett lupe szemüvegekkel. Az micsoda? A lupe szemüveg az egy szemüveg, és olyan erős nagyítást tud nyújtani, mint mondjuk egy 10 dioptriás szemüveg. Na most a 10 dioptriás szemüveg, egy plusz 10 dioptriás szemüveg, az nagyon duci, nagyon vastag, nagyon nehéz, és igazából nem is nyújtja azt a nagyító erőt, mert a szélei már annyira torzítanak, tehát egy kicsit az éles vagy a tisztában látásnak a komfortérzete az megszűnik. És ezt az Eschenbach gyártó, az Eschenbach is egy nagyon híres, ilyen speciális segédeszközgyártó cég, és ő találta föl, hogy papírvékony lencsével úgynevezett ilyen prizmákat ragasztott rá a lencsére, és ezáltal éri el ezt a különleges nagyítást. Vékony, könnyű, kis ridikülbe beledobható, és van az is, akinek még kevésbé károsult a látása, azok tudják ezt használni. Ma már talán sokan nem is ismerik például a távcsőszemüveget, vagy nem is hallottak róla, vagy ha hallottunk különböző nagyítókról, akkor olyan elképzeléseink vannak, hogy hát ezek bizony nagyon nagyok, talán kinézetükben sem felelnek meg a mai kor követelményeinek. Ezek a most gyártott, önök által gyártott technikai fejlesztések, ezek már megfelelnek a 21. századi ember körülményeinek? Én a mobiltelefonnál biztos vagyok benne, hogy tudják használni, olyan, mintha egy könyvet olvasnak. Ki is szokták próbálni, hogy mobiltelefonjukat hogy látják a távcsőszemüveggel. Na most akkor menjünk egy kicsit távolabb, egy monitorhoz nem jó, tehát ami mondjuk karnyújtásnyira szeretnek látni, mert bele kell bújni a nagyítás miatt, tehát oda nem igazán jó. Tévénézéshez nagyon jó, 2 métertől 5 méterig, tehát kinek milyen a problémája, tehát milyen nagyságú a látássérültsége vagy korlátja, meg tudja azt a távolságot kényelmesen tapasztalni, hogy honnan látja kényelmesen a tévét. Sajnos itt is vannak határok, hogy ha valakinek szép nagy ez a nagy lapos tévéje, LCD-s,
akkor az leesnek a szélek. Leesnek a szélek, mert látóteret szűkít bármelyik távcsőrendszer. És kinézetükben ezek az eszközök követik a 21. század vívmányait? Tehát picik, könnyen elférnek akár egy kis táskában is? Hát igen, mondjuk annyira kicsiben nem, mert azért ennek a távcsőrendszernek van egy hossza. A legrövidebb is egy ilyen 15 mm hosszú, tehát egy másfél centiről beszélünk, és 3 dekása, tehát összesen 6 dekagramról beszélünk, tehát nem könnyű. És ugye ez egy tubuska, ami ugye itt kilóg a szemünk előtt, tehát egy kicsit ilyen fura kinézetet kölcsönöz a viselőjének sajnos, de hát ezzel lehet elérni egyelőre ilyen nagyítást. És ez az, ami segít abban, hogy visszakapják nem csak a látás élményét, hanem egyfajta lelki stabilitást is ad, és azt hiszem, hogy ez talán hát nagyon, megéri a... Nagyon, mert megéri. Olvasni tudnak, de az hihetetlen. Ott nálunk a lottószelvényt tölti ki, azt hozzák be próbára a lottószelvényt, vagy a tévéújságot, hogy látják-e, vagy hoznak egy levelet, hogy ki a feladó, el tudják-e olvasni, tehát hihetetlenül örülnek neki. Önnek mit ad ez a hivatás? Ez a hivatás? Valahogy ez belülről jön, hogy mindent kipróbálni, amilyen eszköz csak a kezünkbe akad, hogy a végsőkig elmenni, és nem feladni a reményt, az, hogy ma a 21. században nincs olyan tényleg, amivel ne tudnék segíteni. Nekem a segítségnyújtás, ez ad egy olyan erőt, hogy ezért érdemes harcolni. A segítségnyújtás egyik eszköze pedig lehet akár az anyagi segítségnyújtás is, hiszen azért ezek az eszközök drágának mondható eszközökről beszélünk. Itt említette Zsuzsa az előadás során, hogy a legtöbb eszköz NEAK által támogatott eszköz, akár ezen eszközöknek a beszerzésében, a személyszekkel való tárgyalásban, a recept felírásban, ebben is tudnak önök tanácsot adni? Igen, természetesen. Ezek nagyon drága eszközök, ugye a rászorulók meg kevés anyagi háttérrel rendelkeznek általában, bár a család az nagyon ott áll szinte mindegyikük mögött, tehát mindegyikük NEAK által támogatott termék, akármit most megmutattam a nagyítóktól kezdve a sárga színszűrös lencséken keresztül a távcső szemüvegig, sőt, amit mondtam, hogy plusz-minusz 6 dioptria alatt, ha egy kóros, degeneratív betegség húzódik a háttérben, akkor is lehet, sőt, mert ha nem mutatkozik a háttérben betegség, akkor is plusz és minusz 6 dioptria felett már jogosult egy egyedi engedély elbírálására. A NEAK 50-től, tehát a NEAK az a volt OEP, ez a nemzeti alapkezelő, tehát 50%-tól kezdve 85%-ig támogatja őket, a távcső szemüvegrendszer pedig 90%-ban támogatja. Közgyógyellátásra ingyenes a távcső szemüveg, az egyedi engedély az közgyógyellátásra nem ingyenes. Az érintetteknek érdemes tájékozódni és körülnézni és megnézni a lehetőségeket. Mindenképpen. Akiket érdekel a lehetőség és érdeklődnek a különböző önök által forgalmazott termékek iránt, ők hol kaphatnak, hol szerezhetnek információkat? Tehát a www.novakoptika.hu oldalon, valamint Facebookon is ott vagyunk, Instagramon is ott vagyunk. Novák Optika 1925 az Instagram címünk, vagy az enyém, az pedig Novák Zsuzsanna néven is, csak szakmai termékeket és információkat töltök fel, valamint a Károly körüti üzletünk az, amelyik kifejezetten ezekkel a gyógyászati segédeszközökkel foglalkozik, ez az Astoriánál van, az Astoria és a Belvárosi Színház között, ez a volt filmmúzeum, Károly körút 3/A alatt vagyunk megtalálhatók. Zsuzsanna, nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk erről a nagyon izgalmas, érdekes témáról. Nagyon sok erőt, kitartást és jó egészséget kívánok a munkájához. Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást és a riportot. Köszönöm szépen Novák Zsuzsannának, a Novák Optika vezetőjének a beszélgetést.